1-2. Hogyne, itt vagyok, persze. Köszöntöm Önöket! Már a pályán a csapatok Magyarország és Ukrajna az Audi arénában, itt Győrben, és a magyar csapat bemutatása zajlik jelen pillanatban. 6-an érkeztek a Balatonfüredből, 4-en a Molpik Szegedből, 2-en a Grundfos Tatabányából, 2-en Csurgóról, és 1 játékos Ceglédről, illetve 1 a Tiszen Eszemből Németországból, és éppen őket mutatják be. Ahogy Tóth Bálint kollégám elmondta, 23 év az átlag életkor, tehát szemtelenül fiatal a magyar válogatott. Ugye azt is elmondtuk már, de nem árt leszögezni újra, hogy a maradék együttes az oroszok elleni tavaszi 2 győzelemmel már bebiztosította részvételét a januári lengyelországi EB-n. A csoport elsőség pedig a portugálok ellen lett megszerezve, így megvan a csoport elsőség, ami az Európa-bajnoki csoportbeosztás sorsolás előtti kiemeléshez fontos. Így gyakorlatilag a mai ukránok elleni mérkőzés eredményétől függetlenül csoportelsők vagyunk, és várjuk a jövő pénteki krakói sorsolást. Az EB részvétel pedig azért lényeges, mert onnan meg olimpiai selejtezős tornára lehet majd kijutni. Szóval egy vadonatúj fiatal magyar válogatott, 77-essel pedig az a Vadkerti Attila, akit ma fognak búcsúztatni hivatalosan. Ma 112. alkalommal lép pályára a magyar válogatottban Vadkerti Attila,
olimpiai negyedik helyezett világbajnoki és Európa bajnoki nyolcadik klubjával, a Molpik Szegeddel, amelyet 16 éven keresztül szolgált, magyar bajnok volt, magyar kupagyőztes és EHF kupagyőztes is. És itt pedig talán Dusebájev, szövetségi kapitány, és mellette Sótonyi László, másodedző. Most pedig következnek a himnuszok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig megkérem Önöket, hogy álljunk fel és hallgassuk meg Ukrajna himnuszát. Now the national anthem of Ukraine. Akkor a két himnusz után lassacskán kezdődhet a mérkőzés, előtte azonban van még egy kisebb ünnepség, ugye Vadkerti Attilát köszönti a Magyar Kézilabda Szövetség. És még mielőtt köszöntenék Vadkerti Attilát, egy rövid összeállítás következik, itt a kivetítő megmutatják pályafutásának emlékezetes pillanatait. Képkockák azért mosolycsaltak Vadkerti és a társak arcára, mert itt még hosszú haja volt Attilának. Marosi László, az MKS alelnöke,
és Mocsai Lajos köszöntik őt. Mi pedig köszönjük Vadkertinek a sok-sok szép pillanatot a válogatottban és természetesen a Molpik Szegedben is. 112. válogatottsága alkalmával búcsúztatják el Vadkerti Attilát. És aztán megy persze vissza a helyére. Szóval, hogyha valaki most kapcsolódna be a közvetítésbe, és nem találná mondjuk Mikler Rolandot, vagy Nagy Lászlót, vagy a többieket, hát azoknak azért elmondom még egyszer, miközben itt a két játékvezető a képernyőn, hogy úgy döntött Talent Dusavájev, hogy miután az idősebb generáció tökéletesen megoldotta a feladatát, így az a jutalom érte őket, hogy a két mérkőzést kihagyhatnak gyakorlatilag a válogatottban. Azaz, ahogy mondta Dusavájev, a nyári pihenő meghosszabbítása, korábbi megkezdése az ő jutalmuk, hiszen azt mondta a szövetségi kapitány, hogy tudom, hogy van mit kipihenniük, és most nekik erre van szükségük. Ezzel legidőben pedig tudjuk szerepeltetni a fiatalokat, és a cél az változatlan, győzni kell minden mérkőzésen. Ő maga személy szerint azt mondta már, mint Dusavájev, hogy kíváncsi arra, hogy a fiatalok és az újoncok hogyan állják meg helyüket. Portugáliában például 6 darab újoncot avatott a magyar kézilabda sport. És hát megnézzük, hogy ez a fajta bizalom, amit most megkaptak Dusavájevtől, ebből mennyit tudnak visszaadni az ukránok csatakiáltása. Csak a rendkedvéért, ugye idén az oroszokat vertük kétszer, Csehovban 27-23-ra, Veszprémben 29-25-re, és június 10-én Santo Tirsóban Portugáliát 26-25-re. Bodó a képen, és akkor gyakorlatilag kezdődhet is a mérkőzés. Bodó Richard, a Grundfos Tatabánya játékosa. Csak úgy, mint Pásztor Ákos, aki majd szintén ott van a keretben. Egyébként játszottunk ugye már az ukránokkal, tavaly az első meccsen nyertünk kint Ukrajnában 13 góllal 33-20-ra, de ott mind a két csapatban a nagy csapat játszott, ha szabad így fogalmaznom, és most az ukránok sem az alap válogatottjukkal vannak, itt náluk is most a fiatalok szerepelnek. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egyértelmű a cél győzni hazai pályán Ukrajna ellen. Szőlősi tette oldalra a labdát, és már is megvan az első gólunk, Ancsin Gábor a szerzője, aki Portugáliában is nagyon sokat vállalt magára. És reméljük, hogy ez a jó teljesítmény, ez folytatódik a részéről. Csak úgy, mint például Baloktól, vagy Bodó, aki 5 góldig jutott Portugáliában. Úgy volt egyébként, hogy Lékai Máté is itt van a keretben, de aztán végül ő sem játszik ezen a találkozón. Na nézzük az ukránokat. Csicsikáló. Kozakevics. Sikerül továbbadni, na vajon ki fogja eldobni. Lassan ez passzív lesz, fönn van a játékvezető keze, és belemegy a blokkba a labda. Megszerezte Pásztor Ákos, gyorsan jönnek a magyar cserék, jön vissza Szőlősi és Bodó. Ligetvári és Borsos ül le, akik védekezésben voltak bent. Egy szép betörés, természetesen jár a szabaddobás. Szőlősi Balázs, Balatonfüredi, csak úgy, mint Székely, mint Bóka, Ligetvári, Faluvégi és Bánhidi a csapatból. Megint egy szép támadás, ezúttal Bodó Richard talált be. Ő, mint említettem, Portugáliában 5 gólig jutott. Egyelőre könnyedén lőjük a gólokat, és ez a fontos. A magyar férfi csapatnak egyébként az ukránok elleni mérlege szinte hibátlan, 88%-os, 17 mérkőzést játszottunk Ukrajnával, és ebből 15-ször győztünk, 2 vereség a csapat neve mellett. Jó lenne tovább folytatni ezt a remek statisztikát, megvan közben az első vendéggól, Kozakevics a szerzője. És mire az ember elkönyvelhetni, már megvan a harmadik magyar gól, Pásztor Ákos.
Csuprina véd, Igor Csuprina az ukrán kapuban. Pásztor két emberrel a nyakán tulajdonképpen bevállalta azt, hogy fölugrik, és neki lett igaza. Karamisev irányít most az ukránoknál, 22-essel Csicsikáló, pont nála a labda. Elveszik a játékvezetők lépéshiba miatt az ukránoktól. Szőlősi. Most felállhatunk nyugodtan. Bodó. A Vadkerti lent a bal szélen. Most indul a keresztmozgásunk. Bánhidi. Ancsin viszi közelebb, leüti a labdát, Vadkerti még egyel tovább. Nem találtuk meg most a rést a falon, vissza kell rendeződni. Ancsin megy megint jobb átlövőbe, vissza a posztjára, fönt van a játékvezető keze, valakinek el kell lőni. Szabadrugást kapunk, ráadásul egy sárgalapos figyelmeztetés Zsukovnak. Úgyhogy maradhat nálunk a labda. Szőlősi volt, aki kierőszakolta a faltot, és itt lehet látni, hogy Zsukov két kézzel a levegőben lökte meg Szőlősi. Bánhidi ment keresztbe, Ancsin, a szaggatotton megállítják, Szőlősi, Bodó, Ancsin megint. Nem lett volna rossz elképzelés, csak számított rá Kljujko. Cserélnek az ukránok is. Karanyisev jön vissza, illetve Roman Severin a beállóba. Csicsikáló. Kljujko. Csicsikáló kapja a labdát, megpróbálta ellőni. Derék magasságban maradhat az ukránoknál a labda. Egyéni akció. A gólszerző Csicsikáló. Bodó letette Vadkertinek, akár Bodó meg is indulhatott volna a kapu felé. Följönnek közben 3-2-re az ukránok ezzel a Csicsikáló góllal. Szőlősi, Ancsi, Pásztor. Bodó visszakapja a labdát, és azt be is lehet most szépen fejezni. Bodónak a második gólja. Jó helyzetfelismerés volt Ancsintól, hogy visszapasszolta a labdát a szélre. Kljujko. Elég statikus támadás van az ukránok játéka, Csicsikáló. Ellövi ilyen ütemtelenül talpról, ezt talán illett volna megfogni. A magyar kapuban Bartucz László egyébként a ceglét háló őre. Ezek pont azok a gólok, amelyeket el lehet kerülni egy agresszívebb védekezéssel. Bodó, Bóka, Ancsin, Ancsin tovább viszi, és egy hatalmas védés Csuprinától. És ez azt jelenti, hogy ha gólt dobnak az ukránok, akkor egyenlíthetnek. Karamisev, Kljujko, egyelőre jól védekezik a magyar válogatott, fönt van a játékvezető keze, és megint kapunk egy elkerülhető gólt, azt kell, hogy mondjam, Kljujko. Pedig már kényszerhelyzetben voltak a labda eldobását tekintve az ukránok. 4-4, Szőlősi. Jó kezdés után kis megtorpanás.
Ancsin, Szőlősi, Bodó. Igazán fújhattak volna egy faltot, Bánhidi Bencét rántották vissza a mezénél fogva. Szerencsére azonban sikerült visszaszerezni a labdát. Szőlősi, és ő maga vállalja el, kitartott a levegőben, szép gól, ismét vezetünk. Ott a Passel, szépen húzta vissza a rövidre. Kljujko Csicsikálótól kapja vissza a labdát. A beálló most Severina az ukránoknál, és egy szép védés, végre Bartuc is fogott egy labdát, ez az önbizalmának biztosan jót fog majd tenni, örül is neki nagyon. Szőlősi, sárgalapos figyelmeztetés Severinnek, ki gyorsan le is megy a pályáról, na persze nem ezért, hanem taktikai okai vannak. Szőlősi, Bodó, Bóka most a bal szélsünk, Bánhidi Bence a beállósunk, és Pásztor van kint a jobb szélen, Ancsina jobb átlövő, aki eladja a labdát sajnos, Zsukov, szerencsére ő is eladja, így viszont az ukránoké, mert labdával együtt esett ki a magyar játékos az oldalvonalon túlra. Ancsin bosszankodott egy sort emiatt. Dusebejev pedig magyaráz Bókának és Bodónak nagy lendülettel a kispadon. Csicsikáló, Kljujko, Severin, Karamisev visszateszi a labdát, szerencsére nem jó a bejátszás, de Bánhidi kap egy sárgalapos figyelmeztetés messzhúzásért. És természetesen maradhat a labda az ukránoknál. És aztán beragaszt egy hatalmas nagy gólt Csicsikáló. Ancsin, Bodó. 5-5. Jó lenne ismét megszerezni a vezetést. Szőlősi kéri el a labdát és inti nyugalomra a többieket. Bodó megtorpan. Bánhidiig eljutott a labda. Én meg aztán dűtött, borított, akit csak ért maga körül. Szabaddobást ért a mozdulata. Szőlősi, Bodó, Ancsin, kicsit tadogott a labda, Bodó megpróbál közelebb menni, Ancsin, lefogják ketten, jobbról is, balról is. Ancsin, fönt a játékvezető keze, messziről kell eldobni a labdát, de Bodónak ez sem okoz problémát. A harmadik gólját szerzi. A magyar válogatott góljainak a felét Bodó Richárd, a Tatabánya játékos előtte. Karamisev, Kljujko, Csicsikáló. Egy szép védés, közben megint a magyar kapuban Bartuc, az ukránok pedig kapust cseréltek, Csuklina lement, és Brazsnyik, Vadim Brazsnyik jött be a helyére. Na, ha jó lenne, akkor felavatni minél hamarabb. Bodó. Most indult el Bóka keresztbe. Szőlősi közelebb viszi, és fölé durrant. Nagy kár érte, pedig megvolt a dobóhelyzet. Nem sikerül megszerezni a labdát, pedig kiejtette elsőre Kozakevics. Így aztán az ukránok is inkább fölállnak, inkább cserélnek. Aztán meglátjuk, hogy jön Goncsarov.
bal átlövőre, éppen nála a labda, megbeszél még valamit Klujkóval. Mancsarov. Csicsikáló. Severin. Na most indul be a figura. Csicsikálóra érdemes odafigyelni. Ő tartja a lelket az ukrán csapatban. Lesz a legeredményesebb, úgy, mint nálunk Bodó Richárd. Ancsin. Visszakapja, de már a lendület nincs meg. Szőlősi. Most jó volt az ukránok védekezése. Bóka megint megy keresztbe. Ancsin, Bodó, Szőlősi. Nincsen hely, nem tudunk bepasszolni. El kell dobni, mert különben passzív lesz. Bodó megy be, és dob egy gólt. Úgyhogy gyakorlatilag Brazsnyik nem is mozdult rá. Ő már várta a Sikzót, hogy lefújják. Aztán nézett szemre hányóan Brazsnyik. Esztendős, 1972-es születésű, közben egy gyors indítás és egy bődületes kapufa, de lesz egy 2 perces kiállítás is, aki kapja a 24-es Jevgenyi Zsuk. Tehát emberelőnybe kerülünk, és 7 méteres természetesen Pásztor harcolta ki, és Vadkerti fogja lőni, aki tehát búcsúzik a válogatottól. Na nézzük Vadkertit! És 2 gólos lehet a magyar előny. Sajnos nincsen bent. Brazsnyik kirúgta Vadkerti büntetőjét. Jól érezte, hogy hova fogja lőni. Marad a 7-6, és maradhat nálunk a labda. Bodó. Szőlősi. Belemenést fújnak a bírók, jöhetnek az ukránok. Brazsnyik indít. Láb volt talán. Minden esetre a játékvezetők nem fújnak semmit. Az ukránok pedig most már nem erőltetik a gyors indítást. Jön Severin, és jön 13-assal Alexander Tilke. Éppen Tilkénél a labda. Csicsikáló. Megnyílik előtte az út, és ő azt befejezi, abban a pillanatban van 1 méter szabad területe, akkor eldobja, és nálunk pedig egy 2 perces kiállítás. Bánhidi Bencét küldik ki, úgyhogy oda az emberelőnyünk. Sajnos. Az ukránok 49 másodperc múlva kiegészülnek. Nem megnézhetjük még egyszer hátulról. Valóban ott volt a lökés. A falban is volt egyébként egy lökés, és ezt is simán le lehetett fújni. Úgyhogy most azonos létszámban a két csapat, az ukránok pedig hamarosan ki fognak egészülni. Balog! A Molkut Szeged meghatározó játékosa. Mint hallhattuk, ő és Ancsin 25 és 26 évével már öregnek számítanak a csapatban. Balogh Zsolt is megszerzi az első gólját. Visszateszi a falba a labdát, és ott azonnal összezárnak a magyarok. Ligetvári volt nagyon kemény és határozott.
Kánó. Tinko. Lendületből jön, és be is dobja Eduard Klujko. Egyenlítenek az ukránok, és nekünk még mindig 40 másodpercünk ember hátrányban van, tehát nagy bravúr lenne most gólt dobnunk. Falu végi. Messze vagyunk még a kaputól. Így nem lehet, abban a szögből nem nagyon lehet passzolni. Ezzel együtt még kapura tudott fordulni Hegedűs, de nagyon szépen védett Brázsnyik, akinek a beállásával magabiztosabb lett az ukrán csapat hátul. Most először fordulhat elő a mérkőzés, amit megszerzik az ukránok a vezetést. Még 2 másodperc és kiegészülünk. Jöhet vissza Ligetvári. Szép védés tőlünk, Balog nem éri el a kipattanód. Zsuk. Goncsarov. Inkább visszaforgat a bal oldalra Goncsarov. Csicsikálóra most már jobban kilépünk itt a jobb átlövő pozícióban. Goncsarov. Így csak letolja. És elveszik a labdát az ukránoktól. Szerencsére nem sikerült Ukrajnának megszerezni a vezetést. Lehívják Pásztort, Dusevájevék. És a helyére pedig érkezik Hornyák Péter, a Tuszem Essen játékosa. ...1995-ös születésű a jobb szélső. És ez az első válogatottsága. Balog. Nagyon szép. Na, ezt így is kell csinálni. Hegedűs a gólszerző. Szépen végig volt játszva az akció. Én gyorsan javítom magam, bár a hivatalos műsorfizet szerint még nem volt válogatott Hornyák, de Portugáliában ő pályára lépett, úgyhogy ez a második válogatottsága. Eddig jó a védekezés, most kéne megfogni a bejátszást, 7 méteres. Addig rángattuk Severint, amíg a földre került, és így jöhet az ukrán 7-es. Volt egy icipici kis hely, ahova be lehetett neki játszani a labdát. Alexander Tilte, és vele szemben Bartuc, és Bartuc beleér ugyan a labdába, de nem tudja kiütni, így megint egyenlít Ukrajna 10 perccel az első félidő vége előtt. A falu végi irányít most, és nem szőlősi, forgatja a csapatát Dusevájev. Balogh Zsolt a jobb átlövünk. Gazdag Tibor van lent a bal szélen. Balogh. Bodó, és lábbal védett megint Brázsnyik egy nagyot. És ebből le tudnak fordulni az ukránok. Szerencsére egyelőre nem tudják befejezni. Sőt, egy nagy bravúrral még Bartuc kiüti oldalra a labdát. Szóval Gazdag a bal szélső, Bodónk a bal átlövünk. Balog, megint egy másik csapat van bent, nagyon szép. Faluvégi a gólszerző, plusz egy 2 perces kiállítás, Tiltét küldik ki. Úgyhogy ember előnybe kerül a magyar válogatott ismét. Ezt az ember előnyt, ezt jó lenne kihasználni.
Egyfelől nem kéne most gólt kapni, másfelől azért minimum egyet, de inkább kettőt kéne lőni az ukránoknak, csak úgy mihez tartás véget, és hogy a félidő hajrájával mi menjünk bele előnnyel. Kovacevic. Csicsikáló. Ez is 7 méteres. Itt nézhetjük még egyszer a szabálytalanságot, és érkezik majd Kozakevics. Nézzük, hogy mit kezd vele Bartuc. Az előbb bele tudott érni a hetesbe, de kijutni nem tudta. Most ugyanez a helyzet, már mint hogy gólt dobnak az ukránok, most bele sem tudott érni Bartuc. Ancsinéknak magyarázdu Sebájev. Hát van még mit csiszolni, azért az látszik a magyar válogatott játékán. Ember hátrányból kapunk tehát gólt, vagy ember előnyből kapunk tehát gólt. És ott a válasz rá azonnal Hornyák Péter. A portugálok ellen Hornyák nem tudott gólt szerezni. Most viszont ő is megkezdte a gólgyártást. 8 perc van hátra az első félidőből. Bő fél percig még az ukránoknál van egy kiállított. Csicsikáló. Kozakevics visszaadja a labdát, Zsuk vezeti keresztbe. És egy időkérés. Ukránok kérnek időt. 19 másodpercig támadhatnak még ember hátrányban. És itt pedig Vitali Andronov szövetségi kapitány. Nem egy rossz tanács, mármint hogyha választani kell a lövés és a bejátszás között, inkább hagyjuk őket lőni, ugyanis azért Bartuc nem véd rosszul, és hogyha jó napot fogott ma ki, erre minden lehetőség megvan, akkor viszont a távoli, a kinti lövéseket, hogyha tudja hozni és tudja fogni, akkor azzal nagyon komoly tartást adhat hátulról a csapatnak, inkább, mint hogy így bejátsszák az ukránok, és vagy befordul be a beálló, vagy pedig kiharcol egy 7 méterest. Úgyhogy jogos az észrevétel. Jujko. Zsuk. Kozakevics. Megfogja Bartuc, pedig nem volt egyszerű, reflexből kapott még bele, ugyanis beleért még egy játékos, és irányt változtatott a labda. Pillanatokon belül jön Mankovszki, azaz kiegészülnek majd az ukránok, de remélhetőleg nem tudjuk addig befejezni lövéssel az akciót, és egy újabb 2 perces kiállítás. Kiküldik Csicsikálót, egy kicsit csicsikálni. Tehát alig, hogy kiegészültek az ukránok, megint emberelőnyben vagyunk. Hát ezt most már tényleg illene kihasználni és egy picit meglógni, hogy a felső félidő végjátékába egy kicsit tetemesebb előnnyel tudjunk majd belemenni. Balog. Modó. És nem. És nem, és nem. Brazsnyikon nem nagyon lehet kifogni ma. Mondjuk hozzáteszem, ez annyira nem is volt egy jó előkészített lövés. Hú, Modót le is szúrja most Dusebájev, hogy ezt minek kellett így ellőni. Kapott egy ütés Bodó a testére. Szikra Mezei Csaba, a csapat fizioterapeutája, és erdélyi doktor már ott vannak mellette. Próbálják csillapítani a fájdalmát Bodónak. Közben pedig el akar a blokkban a labda. Jól van, srácok, megvan a labda, lehet vele menni előre. Falu végi, és tessenek nézni, hogy Brazsnyik miket megfog. Pedig annyira kellenének ezek a gólok. Falu végi elnézést kér a többiektől, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna eldobnia. Persze, ha bemegy, akkor meg senki nem szól érte. 10 méterrel ugrott neki.
bőven van az ukránok kiállításából, addig úgy sem fognak így szobrozni a kapunk előtt. Csak hát az a 2-3 gól az nem lett meg az ember előnyből. És most már gyanítom, hogy nem is lesz. Ez viszont egy nagyon szép játék az ukránoktól. A befejező ember Jevgenyi Zsuk. És akkor még van 15 másodpercünk ember előnyben. Falu végé, Balog. Nem megy a bejátszás, az nagyon átlátszó volt. Bodó kéri a labdát, és most ott a bejátszás, 7 méteres. De szépen csináltuk, Hegedűs Márk volt az, a Molpik Szeged beállója, aki befordult. És Balogh Zsolt kéri el a labdát. Ugye másodpercek múlva jött volna már be a kiállított ukrán játékos, tehát tényleg az utolsó másodpercben. Na nézzük akkor Balogot, hogy be tudja Vrázsnyikot csapni. Nem. Nem tudja becsapni. Vrázsnyik egészen nagy formában véd sajnos. Amúgy sincsen túl sok gól. A szűk átlag ez a 11 gól 25 perc alatt. Ez még nyugodtan egy 2-3-at maximum hozzászámolhatunk, azért az nem túl sok. Egy fél idő alatt, és ebben vastagon benne van Vadim Vrázsnyik teljesítménye. Lőjko, csicsikáló. Majdnem kiejtette a labdát Goncsarov. Fönt van a játékvezető keze, csicsikáló viszi közelebb, és el is veszik már. Elrúgta a labdát csicsikáló. Ő úgy tett, mintha ez véletlen lett volna. Szerintem meg csak a rutin. Ki is szórják gyorsan. Csicsikálót. 92-es születésű a Lokomotiv Volet játékosa, a jobb átlövő. És ha minden igaz, akkor neki ez a mai az első válogatottsága ukrán színekben. Bodó. Balog. Vissza Bodónak, nem tudjuk jól megjátszani. Ez viszont egy jó helyzet felismerés volt. Bodó, ahogy visszaérkezett a földre, egyből látta, hogy ott nyílt a fal. Megvan tehát a gól, és még 1 perc, 20 másodpercig ember hátrányban az ukránok. Itt a lehetőség egyébként meglépni 3 góllal, csak jelzem. Ha most nem kapnánk gólt, és az ellentámadásból dobnánk, akkor már 2 lenne. És szünet végéig ebből lehetne egy 3 gólos előnyt csinálni. Hát ebből az megvan, hogy mi nem kapunk gólt. Most már csak dobni kéne, van még szűk 1 percünk ember előnyben. Nagyon kéne az a fránya 13. gól, hogy picit megnyugodjanak a srácok. Nyilván nekik is sokkal jobb lenne, hogyha mindig lenne 2-3, uram bocsán 4 gól közte, és nem kéne mindig azon izgulni, hogy most akkor döntetlen, és hogy kapaszkodnak az ukránok. Le a szélre. Szép gól! Hornyák Péter! Ez a második gólja. Sikerült tehát kihasználni az ember előnyt. Balogatta a gólpaszt. Akimenko irányít most az ukránoknál. Sajnos betaláltak az ukránok. Jevgenyi Zsuk volt, aki gólt lőtt. Hát van még mit, bőven van még mit csicsikálni, van még mit csiszolni, ez a sok csőbetű. Szóval van még mit csiszolni itt a védekezésben és a támadásban egyaránt a magyar válogatottban, de hát azt azért ne felejtsük el, lám-lám eladjuk a labdát, hogy azért ilyen összeállításban nem nagyon szoktunk mi föllépni a pályára. Belemenés. Falu végi futtából végezte el, vissza kell természetesen adni a labdát.
másfél perc van az első félidőből, egy gólos magyar előny, hát ebből nem valószínű, hogy lesz három. Dusabáé pedig mondja mindenkinek, aki lejön a pályáról éppen, hogy mit és hogyan kéne. Bodó. Balog. Faluvégi. Balog megnézte, hogy be tudja játszani esetleg a labdát Hegedűsnek. Helyette egy átlövés gól Bodótól. És lefordulnak az ukránok, miközben mi nem rendeződünk vissza, úgyhogy villámgyorsan Zsuk lő egyet a másik oldalon is. És ez azt jelenti, hogy továbbra is csak egy gól a különbség. Egyelőre áll a játék, áll az óra, 29-21-nél, mármint ami az időt illeti. Jó lenne góllal befejezni ezt a fél időt. A vártnál egy kicsit nehezebb, egy kicsit döcödősebb ez a mérkőzés. Egy csodálatos kapufás gól. Faluvégi a szerzője. És most már csak az kéne, hogy az ukránok ne tudjanak rá válaszolni. Hát erre hiába nyújtózkodott Brázsnyik. Ezt kapus nincs, aki megfogja az ilyen kapufás gólt. Némire szélre van helyezve. De jó lett volna nem gólt kapni. Román Severin góljával azonban 15-14. Csak egy góllal megyünk. Hamarosan jön a folytatás innen Győrből. Versenyzőjük